Sziasztok! Az elkövetkezendő néhány percben, ebben a videóban Petőfi Sándor Nemzeti Dal című versének elemzésével fogok foglalkozni. Alapvetően két fontos célja van ennek a videónak. Az első és egyben legfontosabb, hogy segítséget kívánok nyújtani abban, hogy milyen módszerekkel, hogyan érdemes verset elemezni. Különböző ötletek és tanácsok is el fognak hangzani. A másik célom, hogy Petőfi Sándor forradalmi látomás költészetének legfőbb vonásaival is megismerkedjünk a vers elemzése során. Petőfi Sándor 1823 és 1849 között élt. Művészete a romantika kiteljesedését jelentette a magyar irodalomban. Rövid élete során több száz verset írt, amelyek az utókor számára is fennmaradtak. Mielőtt azonban rátérnénk a vers elemzésére, hallgassuk meg közösen Sinkovics Imre előadásában a Nemzeti Dalt. Talpra magyar, hí a haza, itt az idő, most vagy soha. Rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés, válasszatok. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Rabok voltunk mostanáig. Kárhozottak ősapáink, kik szabadon éltek, haltak. Szolgaföldben nem nyughatnak. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Se vonnai, bitangember ki most, ha kell, halni nem mer, kinek drágább rongy élete, mint a haza becsülete. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Fényesebb a láncnál a kard, jobban ékesíti a kard, és mi mégis láncot hordunk. Ide veled, régi kardunk. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyar név megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez. Mit rákentek a századok, lemossuk a gyalázatot. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak, és áldó imádság mellett mondják el szent neveinket. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Miután meghallgattuk a verset, megnézzük, hogy milyen elemzési szempontok fognak szóba kerülni a vers elemzése során. Mivel a komplex műelemzés meghaladná ennek a kis rövid videónak a kereteit, éppen ezért csak a legfontosabb elemzési szempontokra fogok kitérni, amelyek a következők. Először a műkeletkezési körülményeivel fogunk foglalkozni, majd meghatározzuk a műfaját, a stílusát, beszélünk a hangvételéről, a hangneméről, majd ami még nagyon fontos, hogy a cím értelmezését is elvégezzük. Ezután megnézzük, hogy milyen költői eszközöket használt Petőfi Sándor a Nemzeti Dalban, illetve mi jellemző a nyelvezetére. Megnézzük a formai sajátosságait, a vers szerkezetét, struktúráját, verselését, és végül, de nem utolsó sorban a vers üzenetét. A vers 1848. március 13-án keletkezett. Petőfi március 19-ére szánta, amikor is Pesten országos vásárt tartottak, és nagyon sok ember gyűlt össze a fővárosban szerte az országból. Itt akarta a forradalomra buzdító versét először elszavarni. Az események azonban felgyorsultak. A párizsi forradalom hírére Európa szerte forradalmak robbantak ki. Március 13-án már Bécsben is. Ennek hírére március 15-én Pesten is megindult a forradalmi készülődés. Reggel a márciusi ifjak a Bivax kávéházból megindultak, hogy maguk mellé állítsák a pesti népet. Különböző naplóbejegyzésekből tudjuk, hogy a nap folyamán Petőfi Sándor többször is elszavalta a Nemzeti Dalt. A Nemzeti Dal az 1848-as magyar forradalom jelszavává vált.
valamint a szabad sajtó szimbólumává, hiszen Landerer nyomdájában ez volt az az első szöveg, amelyet cenzúra nélkül kinyomtattak. A nemzeti dal műfaját egyszerűen meg tudjuk állapítani, hiszen a címe műfajjelölő, tehát utal a mű műfajára, ami ebben az esetben dal. A nemzeti dal az egyben alkalmi vers is, amely egy meghatározott, egyetlen alkalomra írt költői mű, amelynek aktuál politikai funkciója is volt. A vers egy verses formájú szónoki beszéd, egyfajta kiáltvány, felhívás, amelynek célja az agitálás, a lelkesítés, illetve a hallgatóság feltüzelése. Petőfi haladéktalan állásfoglalásra és önfeláldozó harcra buzdítja fel a közönségét, amelynek egy történelmi sorsforduló idején kell választania a szabadság és a rabság között. A versbeszéd helyzete szerint a költő, aki szónokként többes szám első szemében az általa képviselt közösség a magyar nép nevében beszél. A vers további különlegessége, hogy nem csak a szónok beszél, hanem a hallgatóság is beleszól a versbe, hiszen Petőfi kérdés-felelet, felszólítás-válasz formában építette fel a költeményt. Egyfajta párbeszéd zajlik az egyén és az őt hallgató tömeg között. A nyelvezetére az egyszerűség jellemző. Ez nagyon fontos, hiszen gondoljunk bele abba, hogy Petőfi mindenkihez szólni kívánt a nemzeti dallal. Az üzenete fontos, hogy mindenkinek érthető legyen, közérthető legyen, ezért is volt indokolt az, hogy egyszerű szavakat és kifejezéseket épít bele művébe. A nemzeti dal romantikus stílusú költemény, hangvétele ünnepélyes, ódai, emelkedett, fennkölt és magasztos. Dalamvonala előbb emelkedő, aztán lenyugvó, lecsendesülő. A vers érzelmi szempontból nagyon változatos, sokféle érzés szólaltat meg a lelkesedéstől a háborgásig, amelyek gyorsan változnak. Ezáltal egy szilaj, gyors hullámzás jön létre, amely nagy erővel sodorja előre a költeményt. Mint ahogyan már arra korábban is utaltam, a cím, téma és műfaj jelölő. A nemzeti jelző a címben azonban több mindent is kifejezhet. Kifejezheti azt, hogy ez a vers az egész nemzethez szóló, közösségi jellegű költemény. Másrészt arra is utal, hogy a magyar forradalom erősen helyhez kötött nemzeti forradalom, ahogy az európai forradalmak is mind nemzeti forradalmak voltak. A nemzeti dalban számos költői eszközzel, szónoki eszközzel találkozhatunk. Itt most kigyűjtöttem nektek a legfontosabbakat, és mindegyikre példákat is írtam. Ugye a rövid felszólítások, azok mindvégig jellemzőek a műben, és ami a legfontosabb, az az ellentétek, az ellentétpár, hiszen egy ellentétpár rendszeren alapul az egész mű, ezt majd később kicsit jobban ki fogom fejteni. A refrénnek is nagyon fontos szerepe van, minden strófa végén visszatér. Ez a négy sorból álló refrén, ami tulajdonképpen a mű legfőbb üzenetét tartalmazza, és az ismétléssel, a rendszeres ismétlésével nyomatékosítják ezt a fajta üzenetet. Az első strófában erőteljes megszólítással indít Petőfi. Ennek az erőteljes megszólításnak abban rejlik az ereje, hogy szoktuk néha magát a nemzeti dalt úgy nevezni, mint Talpra magyar, híja haza című vers. Tehát olyannyira jól sikerült ez az erőteljes megszólítás, hogy gyakran címként szoktuk idézni az első sorát. Költői kérdés is van, amiben ugye a költői kérdéseknek nem az a legfőbb céljuk, hogy megpróbáljunk rá választ találni, hanem sokkal inkább maga az a tény, hogy megfogalmaztuk és feltettük azt a kérdést. Egyébként a versre erélyes lüktető ritmus jellemző, ami segített abban, hogy az emberek gyorsan elsajátíthassák a nemzeti dalnak a szövegét, és így együtt a tömeg skandálhatta,
ezáltal sokkal nagyobb volt a vers hatása a tömegre, illetve tömegmozgósító ereje lett. Találkozhatunk benne ismétlésekkel is, így az ismétléseknek a legfőbb funkciója a nyomatékosítás. A nemzeti dal szerkezete egy klasszikus szónoki beszéd felépítését követi. Alapvetően négy nagy szerkezeti egységet különíthetünk el benne. Minden egyes szerkezeti egység a szónoki beszéd egy-egy részének feleltethető meg. Összesen 6 darab, egyenként 8 soros strófákból épül fel a nemzeti dal. Verselését tekintve ütemhangsúlyos, vagy ezt szoktuk magyaros verselésnek is nevezni. A rímelésére jellemző, hogy páros és félrímek váltakozása mutatkozik meg a strófákban. Ezzel rendkívüli zenei hatást lehet elérni, ami segít abban, hogy a vers könnyen tanulható legyen, és az együtt éneklés ereje ezáltal viszi tovább a harci lendületet is. A vers első strófájában megtörténik a közönség megszólítása, a probléma felvetése, illetve a figyelem felhívás. Majd az ezt követő második, harmadik versszakokban Petőfi visszatekint a magyarság múltjára, és megpróbál összefüggéseket keresni a magyarság múltja és jelene között. Itt hangzik el a műtétel mondata is, a haza becsülete. A negyedik versszak azért fontos, mert egy romantikus ellentét párra épül, és egy metafora pár bontakozik itt ki ebben a versszakban, ez pedig a kard és a lánc. A kard maga a harcot jelenti, jelöli, míg a lánc pedig a rabságot. Az ötödik, hatodik strófában Petőfi a jövő lehetőségeit vázolja fel vízióként. Itt már nagyon lágy a költő hangja, az elcsendesedés jellemző, illetve a túlfűtött érzelmek megjelenésével már-már szinte a szentimentalizmushoz közelít. Mint ahogyan már a költői eszközöknél említettem, a versben nagyon fontosak az ellentétpárok. A legfőbb ellentét, amire épül ez a vers, az a múlt, a jelen és a jövő szembeállítása. Itt egy ábrán bemutatom nektek, hogy hogyan jelenik ez meg szövegesen a versben. Ugye a múlt az, ami a dicső, a fényes, és amit a szabadsággal lehet jellemezni, míg a jelen a sivárság, a szégyenteljes rabságnak a szimbóluma, a jövő pedig méltóság teljes lehet, hogyha a rabigánkat lerázzuk. Az elemzésünk utolsó szempontjaként a mű üzenetével foglalkozunk. A nemzeti dalnak az egyik legfontosabb üzenete, hogy a hazabecsülete az nagy érték, és ez az az érték, ami sohasem kerülhet az egyéni érdekek elé. Valamint a másik fontos üzenet, hogy azért, hogy mi a saját nemzetünkhöz tartozzunk, azért mi magunknak tennünk kell különböző erőfeszítések által, illetve önfeláldozással is akár. A verselemzős videón végére úgy gondoltam, hogy hasznos lehet számotokra, ha összeállítok egy rövid, néhány feladatból álló kis gondolkodtató feladatsort, amelynek a lényege, hogyha ezeken a kis feladatokon elgondolkoztok, akkor még jobban belemélyedhettek a nemzeti dalnak az elemzésébe, a mondani valójába, illetve egyfajta kapaszkodót nyújthat nektek abban, hogyha később majd más műveket elemeztek, akkor milyen egyéb kérdésköröket érdemes még feszegetni az elemzések során. Végül pedig szeretném megköszönni a figyelmeteket. Remélem, hogy tudtam segíteni a verselemzéssel. Jó tanulást! Sziasztok!